Sziasztok! Bizonyára mindenkinek mástól és mástól lesz jó egy sci-fi, vagy sci-fi, vagy skifi, vagy tudományos fantasztikus mű. Én speciál nem nagyon szeretem azokat, amelyek egy teljesen új világot építenek fel, valóságtól elrugaszkodott karakterek és összetákolt szabályok egész rendszerével, mert hogy ezekben általában ezer meg ezer helyzetben meg kell erőszakolni a valóságot, annyi inkoherencia van bennük. Igen, ennek megfelelően nem igazán szeretem a Csillagok háborúját, a Star Trek-et, meg az ezen a vonalon mozgó filmeket és könyveket. Ez van. Én nem arra akarom lekötni a fantáziám számítási kapacitását, hogy kitalált viszonyrendszereket memorizáljak, vagy hogy megpróbáljam fejben elhessegetni azokat a kérdéseket, amelyek egyébként tátongó lyukakat szaggatnának a történet szövetére. És épp ezért örülök azoknak a könyveknek, amelyek pengeéles abszurditással ezt a szemléletmódot hasítják cafotokra, például a Galaxis utikalauz. De komolyan, hogy lehet minden idegen ennyire antropomorf megjelenésében, viselkedésében, kultúrájában? Vagy hogy tudnak egy csomó technikai akadályt csettintésre átugrani úgy, hogy közben más helyzetekben ennél jóval egyszerűbb kihívásokba is beletörik a lézerbicskájuk? Ne az író mondja már meg minden egyes helyzetben, hogy mit lehet és mit nem. Most nézek rá folyamatosan kérdőn, hogy hello, ezen most át lehet siklani, vagy lesz majd jelentősége később? Inkább teremtsen egy olyan világot, amiben ha belépek, otthonosan érzem magam, és így kényelmesen magamtól is fel tudom fedezni azt. Ted Chiang például egy olyan író, aki simán képes erre. Az Élete története című novellája alapján forgatott Érkezés például egy olyan film volt, ami rengeteg ember bevonzott a mozikba, hogy aztán úgy jöjjenek ki onnan, hogy rendben van, a látvány oké, a szereplők oké, a felvetés egész érdekes, de... he? Attól, hogy a filmből a novellájának épp a lényegi részei maradtak ki, azok, ami alapján megérthetnénk, hogy mi ez a körkörös nyelv körüli kavargás, Ted Chiang még egy zseniális író, mondjuk nem volt összefüggés a kettő között. A Bábel tornya vagy a 72 betű című novellájában például úgy dobott be egy-egy alternatív módba, hogy egy másodpercig nem próbáltam a kiutat keresni. Ehelyett zökkenőmentesen fogadtam be akár a bibliai korok világnézetére épített valóságot, akár az azóta zsákutcának bizonyult régi tudományos elméletekre építő technikai vívmányokat. És ezek a fantáziálások nem csak arról szólnak, hogy mi lett volna ha, hanem egy jól kimunkált díszletként ágyaznak meg az egyébként roppant izgalmas történeteknek és dilemmáknak. Ráadásul abban is segítettek, hogy a novellákat elolvasva utána akarjak járni azoknak a tudománytörténeti alapoknak, amelyekre Chiang a műveit felhúzta. Na nem mintha az általa leírt magyarázatok ne lettek volna elégségesek a megértéshez, viszont szélesre tárt egy olyan ajtót, ami mögött, hello, a létező valóság van, de egy olyan szemszögből, amit eddig soha nem vettem észre. A nullával való osztásban például olvasni azt, hogy egy fiatal tehetséges matematikus nő elméje összeroskad, miután egy bizonyítással sikerül kiüresítenie az addig ismert matematikai szabályrendszert, és közben hagyni azt, hogy Chiang végigvezessen a számára a legizgalmasabb matematika történeti dilemmákon páratlan. Vagyis páros. Mondjuk a novella után ennek igazán nincs jelentősége. Olvassátok el és rá fogtok jönni, hogy miről beszélek. Az már az imént említett három műből is lejön, hogy az írónak nagyon gyakran egy-egy tudományos elmélet vagy a hozzá kapcsolódó tudományos háttér adja a kezébe a tollat. Vagyis a billentyűzetet. Könyörgöm, informatikusként végzett, csak nem kézzel ír. Mondjuk mindegy, a lényeg az, hogy honnan jött az ihlet. És bármennyire is jól mutatják Chiang zseniét az eddig említett művek, egyik sem ér nyomába az Élete történetének. Nos, aki arra kíváncsi, hogy fog megjelenni a novellában az utolsó pillanatban éppen hogy csak megoldódó orosz-amerikai-kínai katonai konfliktus, ki kell, hogy ábrándítsam. Sehogy. Fel sem merül. Nincs benne ilyesmi. Az egész novella körülbelül 30-40 oldalas lehet. Nem tudom pontosan mennyi, mert könyvolvasón elég nehezen tudom értelmezni az oldalszámokat. Minden esetre az egész mű szigorúan arról szól, hogy milyen kihívásokkal nézhetünk szembe, ha a miénktől egy gyökeresen eltérő civilizációval próbálunk meg kapcsolatot kialakítani. A szerző múzsája bizonyára két serlekből hörpinthetett, mielőtt homlokon csókolta őt. Az egyik a nyelvi relativizmus volt, vagyis az, hogy milyen hatással lehet a gondolkodásunkra az általunk használt nyelv. Erre mondjuk egy tucatnyi vicces történetem van, ami az Egyesült Államokban vagy Portugáliában esett meg velem, amíg ott éltem. De most nem erről van szó, a Sapir-Whorf hipotézis egyébként is megjelenik a filmben, úgy ahogy. Ami viszont szinte teljesen kimaradt, az az, hogy miért úgy beszélnek és gondolkodnak a heptapodok, ahogy. Ennek megértéséhez viszont már a fényt és a Fermat elvet kell segítségül hívni. Ja, mondjuk lehet, hogy épp ezért nem véletlenül nem rakták bele az egyébként nagy tömegeknek szánt filmből, de ha már ezt kiszedték belőle, akkor nem értem, hogy miért hagyták benne a fizikus csávót. Semmi jelentősége nem volt. A csaj ugyanezzel az erővel simán összejöhetett volna valamelyik katonával is a bázison, nem? Szóval a Fermat elv szerint a fény általában úgy választja meg a pályáját, hogy a kezdő és a végpont között
a lehető legrövidebb legyen a terjedési ideje. Igen, ez azzal is jár, hogyha közeget vált, akkor bizony változtat a sebességén is. Igen, de honnan a frászból kéne tudnia azt a fénysugárnak, hogy mi lesz az az extrém terjedési időt eredményező útvonal, amit ő követni szeretne? És ez egy elég jó kérdés. Elég jó ahhoz, hogy fizikusok évtizedeken át töprengjenek rajta. És elég jó ahhoz is, hogy erre épüljön a heptapodok civilizációja. Szóval a film zseniális volt, leszámítva, hogy ez az apró, mondjuk annyira nem egészen apró, részlet kimaradt belőle, a könyvben viszont ott van. És nem csak ez, hanem az az egész gondolatmenet, ami ebben gyökerezik. Úgyhogy ez tipikusan az a helyzet, hogy igen, láttam a filmet, de könyvben jobb volt, vagy legalábbis teljesebb. Amiket most elmondtam, persze az én véleményemet tükrözi, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy számotokra mitől lesz jó egy sci-fi. Péntekig írjátok meg kommentben, és azok között, akik így tesznek, kisorsolok egy könyvet. Igen, írtam egy e-mailt az Agave könyveknek, annak a kiadónak, ami ezt a novellás kötetet gondozza, és miután elmondtam, hogy mik a terveim és szándékaim, úgy döntöttek, hogy beállnak a jó ügy mögé, és felajánlanak egy példányt. Nekik köszönöm, nektek pedig hajrá! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és osszátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!